Főbb híreink. Elkészült az aratókoszorú, amivel a földeken dolgozók megköszönik az idei termést, és kérik rá az Isten áldását, mondta Jakab István a Heti TV-ben. Az LMP Magyarország zöld pártja törvénymódosítást nyújt be annak érdekében, hogy a magántőke alapokra is vonatkozzon az adatközzétételi közölkötelesség. Benjamin Netanyahu miniszterelnök környezete ellentmond Bezalel Szmotrich pénzügyminiszter kijelentéseinek. Az ukrán erők súlyos harcok közepette orosz támadásokat vertek vissza az ország keleti régióiban, közölte az ukrán hadsereg. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV iradóját látják, belföldi híreink. Idén 63 milliárd forint forrást biztosít a kormány a felsőoktatási intézmények energiaár növekedésből adódó többletkiadásaira, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt kialakult energiaár növekedésből adódó többletkiadások komoly teret jelentenek a magyar felsőoktatási intézményeknek is. Ezért az állami felsőoktatási intézmények és egyetemi klinikák a megnövekedett energiaszámlák kompenzációjaként az első fél évben már 4,2 milliárd forint előleget kaptak, közölték. Ezt az összeget a kormány nyáron tovább emelte 22 milliárd forinttal az egyetemi klinikák és 4 milliárd forinttal az állami intézmények számára. A legutóbbi kormány döntés értelmében pedig az alapítványi, valamint egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények jutottak további 32 milliárd forint kompenzációhoz, jegyezték meg. Ha nem tudjuk a határt őrizni az illegális bevándorlóktól, akkor nem csak a magyar emberek biztonsága kerül veszélybe, de összeomlik a schengeni rendszer is, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hangsúlyozta, az európai határ támadás alatt áll, és nincs információ, hogy csökkenne az érkező illegális migránsok száma. Hozzátette, az Európai Unió ebben a helyzetben nem az európai emberek biztonságát helyezi előtérbe, sokkal inkább az érkező migránsok legalizálását és a tagállamok közötti automatikus szétosztását. Az EU migránsgettók létrehozására akarja lábírni a tagállamokat, fogalmazott. Közlése szerint az ideérkezők elsősorban biztonsági kockázatot jelentenek, és ha a határt Magyarország nem tudja megfelelően őrizni, akkor nem csak a magyar emberek biztonsága kerül veszélybe, hanem összeomlik a schengeni rendszer is, ami éppen azon alapszik, hogy a külső határokat erősen őrzik annak érdekében, hogy a belső határokon ne legyen ellenőrzés. Elkészült az aratókoszorú, amivel a földeken dolgozók megköszönik az idei termést és kérik rá az Isten áldását, mondta Jakab István az országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke a Heti TV Pirkadat című műsorában. Jakab István beszélt az elmúlt napok hatalmas esőzéseiről is. Mint hozzátette, a mezőgazdaságban közismert mondás, hogy az eső hol áldás, hol pedig átok. A klímaváltozás hatása többek között az is, hogy rövid időszak alatt hatalmas mennyiségű csapadék zúdul le, ami komoly problémákat is okozhat, például villámárvizeket. Szerencsére a katasztrófavédelem és a vízügyi szakemberek felkészültek minden lehetőségre, és sikeresen veszik fel a küzdelmet a megemelkedett vízmennyiséggel. Ami az uniós pénzeket illeti, Jakab István megjegyezte, az agráralapból folyamatosan érkeznek a támogatások. Ezek kapcsán nem is volt vita, de a vízgazdálkodást illetően más forrásokról van szó. Ami az EU vízgazdálkodási politikáját illeti, a szakember szerint az reményre adhat okot, hogy az a zöldnek nevezett gondolat háttérbe szorult, ami az öntözés visszaszorítását támogatta, de még nem jöttek el a nagyobb változások. Támogatni kellene Magyarországot abban a tekintetben is, hogy ne folyék ki jóval több víz az országból, mint amit felhasználunk. Tisztában kell lenni azzal is, hogy a mezőgazdaság és az ország jövőjét is modern vízgazdálkodás jelenti. Az LMP Magyarország zöld pártja törvénymódosítást nyújt be annak érdekében, hogy a magántőke alapokra is vonatkozzon az adatközzétételi kötelezettség a Nemzeti Adó és Vámhivatal úgynevezett tényleges tulajdoni adatbázisában, közölte az MTI sajtóközleményében. Az LMP írásbeli kérdése nyomán derült ki, hogy a kormány szerintük el akarja tüntetni a magántőke alapok tényleges tulajdonosi körét, ami véleményük szerint egyértelműen arra utal, hogy így akarja védeni a pénzmosást ipari méretekben alkalmazó NER elitet is. Külföldi híreink. Egy hónappal ezelőtt az izraeli védelmi erőket egy robbanás lepte meg a libanoni határ közelében. Először úgy vélték, hogy aknavető gránátról van szó, de néhány órával később a hadsereg megerősítette, hogy valójában egy páncéltörő rakéta volt, amelyet Izrael területére lőttek ki, és Gadjar falu kerítésénél robbant fel. A KÁN közszolgálati műsorszolgáltató szerint a katonai nyomozást véget ért, és eredményei sokkal komolyabbak, mint amilyennek kezdetben vélték. Először is a nyomozás szerint két rakétát lőttek ki az izraeli védelmi erők járőröző csapat
határa. Ráadásul a két páncéltörő rakétát kilövő osztag egy palesztin szervezethez tartozik, és az izraeli becslések szerint a lövöldözést a Hezbollah terrorszervezet jóváhagyása nélkül hajtották végre. Kétségtelen, hogyha a rakéták eltalálták volna az izraeli védelmi erők katonáit, Izrael a biztonsági eszkaláció közepén lenne. Ez azt jelzi, hogy az északi határon a feszültség a csúcspontján van, és most kiderült, hogy közel volt az eszkaláció, mivel ezek a rakéták nem Gadzsar kerítését célozták, hanem egy körülbelül 10 harcos szállítójárművet. Az izraeli védelmi minisztérium biztonsági emberi meghiúsítottak egy kísérletet, amelynek során 10 felderítő drónt akartak becsempészni a gázai övezetbe, közölte az izraeli védelmi minisztérium szóvivője közleményében. Gázai terrorista csoportoknak szánt drónokat foglaltak le az izraeli erők az Erez átkelőnél. A drónokat egy fekete táskába rejtették kis buszban a gázai határon lévő Erez átkelőnél, áll a közleményben. A közlemény hozzátette, hogy a biztonsági személyzet szerint a drónokat a gyanú szerint a gázai övezetben működő terrorista csoportok felderítési célokra szánták. Az Erez átkelőnél lévő ember biztonsági őröknek is és a K9-es egységeknek köszönhető, hogy megakadályozták ezt a csempészkísérletet. A jármű átvizsgálása során egy speciálisan kiképzett kutya észlelte a gyanús csomagot, és a csomagra ülve jelezte, hogy annak jelenlétét. Benjamin Netanyahu miniszterelnök környezete ellentmond Bezalel Smotrich pénzügyminiszter kijelentéseinek, mely szerint a miniszterelnök támogatta lépését a kelet-jeruzsálemi felsőoktatási források befagyasztása kapcsán, jelentette a Kán közszolgálati műsorszolgáltató. Koordinálok a miniszterelnök úrral, találkoztam vele, elmagyaráztam neki, és ő támogatja ezt az álláspontot. Megkaptam a beleegyezését, nyilatkozta Smotrich a Kán közrádiónak. A miniszterelnök emberei ugyanakkor azt mondták, Netanyahu arra törekszik, hogy elmagyarázza Smotrichnak a pénz átutalásának szükségességét. A miniszterelnök környezetének szavai mellett ott van az Nemzetbiztonsági Tanács vezetőjének és a védelmi szervezetek vezetőinek álláspontja is a jelenlegi program szükségességéről. A pénzügyminiszter 2 hónapra befagyasztotta a kelet-jeruzsálemi 5 éves programra elkülönített 2,5 milliárd sékelt, azaz mintegy 242 milliárd forintot. A pénzeszközök befagyasztására a Héber Egyetem Arabok Akadémia és Felsőoktatási Integrációját előkészítő kurzusa számára való 200 millió sékel átutalása ellen történt. Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter döntése nyomán 2000 katonával erősítik meg a lengyel-fehér-orosz határvédelmét. Ez 1000 fővel több, mint amennyit ezen a héten a lengyel határőrség főparancsnoka kért, közölte szerdán Miszájev Vasik belügyminiszter helyettes. Tomás Fraga, a lengyel határőrség főparancsnoka hétfőn 1000 fős katonai kontingens vezénylését kérte a Fehér-Oroszországgal közös határvédelmére a növekvő migrációs nyomás miatt. Miszájev Vasik szerdán a PAP hírügynökségnek elmondta, a határőrség támogatása nem 1000, hanem 2000 katonát csoportosítanak át. A döntést a kormány biztonsági bizottsága és Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter hozta. Az új katonák a 2 héten belül érkeznek Lengyelország keleti határára, jelentette be Vasik. Megerősítette, növekszik a migrációs nyomás, bár nem olyan mértékben, mint 2021-ben, amikor a lengyel-fehér-orosz határszakaszon kitört a migrációs válság. Az ukrán erők súlyos harcok közepette orosz támadásokat vertek vissza az ország keleti régióiban, közölte az ukrán hadsereg szerdán. Andrei Kovaljov, az ukrán vezérkar szóvivője, azt mondta, hogy az elmúlt napban több mint 30 ütközet zajlott, súlyos harcok folynak, tette hozzá. Tájékoztatása szerint az orosz hadsereg előre nyomult a Harkiv megyében lévő Kupanszki várostól mintegy 10 kilométerre lévő Szinkivka közelébe, amelyet tavaly foglaltak el az ukránoktól. Orosz támadások voltak továbbá a szomszédos Donyeck megyében, az orosz erők által ellenőrzött Bakmuttól délre, mondta. Hanna Mayer, ukrán védelmi miniszter helyettes Kijevben közölte, hogy az orosz csapatok fokozták a harcok hevességét Kelet-Ukrajnában, miközben igyekeznek visszaszerezni a tavaly ősszel elvesztett állásaikat Harkiv régióban. 41 ember meghalt, mert elsüllyedt a hajó, amellyel Olaszországba tartottak, Észak-Afrikából, jelentette a túlélők beszámolóira hivatkozva az ANSA olasz hírügynökség. Az ANSA és a RAI olasz közszolgálati televízió híradása szerint a 4 túlélőt, 2 férfit, 1 nőt és egy kísérő nélküli kiskorút a máltai zászló alatt közlekedő Rimona teherszállító hajó mentette ki a szicíliai szorosban, majd átadták őket az olasz parti őrségnek, amely a dél-olaszországi Lampedusa szigetére szállította őket. A Guineából és elefántcsontpartból érkezett túlélők a mentőkkel közölték, hogy a tunéziai Szabkából indultak útnak Olaszország felé.
Elmondásuk szerint a tengerbe veszett áldozatok között három gyerek is van. Legutóbb a hétvégén járt szerencsétlenül két migránsokat szállító hajó Lampedusa szigeténél. A balesetekben mintegy 30 ember, köztük két gyerek eltűnt, egy nőt és egy kisgyereket holtan találtak. 57 embert viszont sikerült kimenteni. Mohamed Bazoum puccsal elmozdított nigeri elnök, és családja azonnali szabadon engedését sürgette az amerikai külügyminiszter. Hozzátette, hogy sikerült telefonon beszélnie az afrikai ország leváltott jelenlegi házi őrizetben lévő elnökével. Matthew Miller, amerikai külügyi szóvivő ugyancsak leszögezte. Washington továbbra is bízik a diplomáciai megoldásban, ugyanakkor igyekszik realistán látni a dolgokat. Mindeközben a Nigerben július végén puccsal hatalomra jutott junta megtagadta a belépést az ENSZ, az Afrikai Unió és a Nyugat-Afrikai Államok gazdasági közösségének tagjaiból álló tárgyaló küldöttség számára. A junta által felállított tanács közleményben leszögezte, egy ilyen delegáció tekintettel az ECOWAS Nigerrel kapcsolatos álláspontjára teljes mértékben értelmetlen. Az ECOWAS eredetileg vasárnapig szabott határidőt a házi őrizetben tartott Bazoum szabadon engedésére és hivatalába való visszahelyezésére, ellenkező esetben katonai beavatkozást helyezett kilátásba. Bővebb információt a brajerpest.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma helyenként kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok. Később mindenütt melegedni kezd az idő. Este nyugodt, csillagfényes időre számíthatunk. A hőmérséklet jellemzően 23-27 fok köré emelkedik. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!